A magyar sportközvélemény a sportlövőink szárnyalását próbálja megfejteni, miután a versenyzők a londoni három helyhez képes, már nyolc kvótánál járnak. Legutóbb a győri légfegyveres ebén hárman, hárman húzták be az olimpiát, köztük az edzőként is dolgozó Miskolci Julianna, aki 2014-ben Európa bajnok volt pisztojával. Hát ő a vendégünk puskájával. Igen, köszönöm szépen. Szia, jó reggelt kívánok! Jó Na reggelt most, kívánok! Na hát persze most is Európa bajnok voltál, de most amiről szó lesz, abban nem. Mindjárt megyünk sorba. Amikor annak idén 2014-ben megnyerted az EB-t, arra mondhatjuk, hogy hatalmas meglepetés egy kis a semmiből történt? Igen, abszolút mondhatjuk. Mármint engem annyira nem lepett meg, mert amikor felvettem az új fegyvert, onnantól kezdve maga biztosan nagyon jó eredményeket lőttem vele. Igazából... Mm akkor az a második verseny volt. Uh -huh. Utána történtek sok-sok jó, meg sok-sok rossz dolgok is, és nem, nem, tudtam idáig úgy megállni a helyem. De mi, mik voltak ezek a nehézségek, vagy rossz dolgok, amik, amik meggátoltak ebben? Mert az, ugye mondhatjuk azt, hogy nagyon bánhatod, mondjuk, hogy akkor még ott Moszkvában az ebbi nem osztott a kvótát, igaz? Mert akkor igen. volna, és nyugodtan lehet készülni. Hát igen, azért Mm, azt, na, tehát azt gondolná az ember, hogy az úgy egy olimpiai ciklusban az úgy jól hangzik, hogy egy Európa-bajnoki címmel kvótárd van, az még nem volt kvalifikációs Igen. verseny. Ö, utána jött egy világbajnokság, ugye, hát én nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy engem így fölkapnak, mert jól lövök, és és na, hát a világbajnokságon szerintem nagyon nagy elvárásokat támasztottam magammal szemben, tehát készültem, rendesen készültem, de nem jöttek azok az eredmények, úgy a lelkemben nem tudtam feldolgozni, hogy ez most hogyan legyen, és hát igazából most már nem egyedül készülök, hanem Lénárt Ágótávol. Tehát kellett a sportziológus nagyon kellett. is az, hogy ne izguljad el a, a, a finist, igaz? Igen. Tehát, uh -huh. Egyébként korábban jártam hozzá, tanultunk technikákat, hmm. ami magában a versenyzésben segít, de az ilyen háttér dolgokat, amik mondjuk egy sikerrel együtt járnak, és a, a, a mentális feldolgozásához, ahhoz igenis kellett. Igen, mert nem csak arról van szó ezek szerint, feltétlen egy versenyzőnél, hogy amikor oda megy arra a versenyre, akkor olyan állapotban legyen, hanem amikor fölkészül, és megalapozza a versenyét, igaz? Azokban a hónapokban is, és mondjuk már volt egy siker, de azt is föl kell dolgozni, azonban a mindennapokban, az edzéseken, és ez nem ment neked szerint. Igen, ez nem olyan nagyon ment, tehát ö, voltak olyan versenyek, amik nem sikerültek jól, és, és egyszerűen nem tudtam úgy elengedni őket, ahogyan el kellett volna, egy idő után már annyira nem is szerettem szerintem versenyezni, és kellett egy idő, ami azt gondolom, hogy tavaly az utolsó világkupára jött el Gabanában augusztusban, ahol már jól lőttem, tehát ott egy 398-as alapot lőttem, 414,8 kört, 2014 tizennegyedik lettem, hogyha jól emlékszem. És az volt az első olyan verseny, ahol újra azt éreztem, hogy én ezt tényleg nagyon akarom csinálni, és nekem ez nagyon megy, és én ha akarok, akkor nagyon jó vagyok. És igazából akkor gondoltam így végig, hogy, hogy hogyan szeretném majd felépíteni az Európa-bajnokságra való felkészülésemet. Tehát én ott már nagyon bíztam magamban. Rá lehet az ambíciókra újra? Ö, igen. Ott augusztusra. Tehát az a verseny már jó volt, és akkor igazából azóta így fokozatosan jobb és jobb. Na most ilyen szempontból ez a Győri Európa-bajnokság, ez meg akkor egy az ellentétje volt a, annak, vagy nem tudom, az ellentét, vagy, vagy hasonló volt Moszkvához, ellentétje volt annak, ami Moszkva után történt, mert itt most talán megint nem voltál reflektorfénybe, és nem biztos, hogy, hogy a többség tőled várta volna akkor. Ö, ezt Külülelés. nem tudnám mm -hmm. így kijelenteni, mert a szövetségnek az utolsó saj, sajtótájékoztató olyan egyedül én voltam most sportolóként, és így kiemelve, hogy akkor érezted, kiktől hogy, várjuk, akkor éreztem Igen, de, de ez teljesen más, mert ö, most nem érdekelt, hogy ki mit vár, hanem Na. az érdekelt, hogy én magamtól mit várok, és igazából tudtam, hogy mire vagyok képes. Annyi változás történt. Ö, az elmúlt másfél hónapban, vagy egy hónapban, hogy megint van egy új fegyverem, de ez tehát küllemre ugyanaz, mint a régi, csak új elektromos sütése van, és új a cső. És igazából. Hát egy két kört azért a, a, az átlagos alaperedményhez hozzá lehetett vele tenni. Az azért érdemes beszélni, mert amikor a sportlővőkkel elemezzük a, a versenyeiket, akkor kevés szó szokott szerintem esni a fegyverekről, már pedig ilyen értelemben technikai sportról van szó, szóval, és nagyon jelentős tud lenni, hogy mindjárt elmondod, hogy meg, mekkora előnyök, meg hátrányok származhatnak, és ez pénzkérdés, és hogy kinek mennyire új technikai fejlesztése van, és akkor mondjuk még a ruháról nem is beszéltünk, igaz? Igen. Ezek nagyon fontos dolgok, ezek nagyon sokat számíthatnak, tehát hogy ki a gazdagabb, hogy ki engedheti meg magának, nem? Hát igen, én ezt a fegyvert most az Egyesületemtől kaptam. Üh, igazából egy ideje érlelődött bennem, hogy nagyon szeretném kipróbálni, és írtam is a fegyvergyártónak, akiknek a fegyverét használom, hogy szeretném, hogyha lehetne úgy elektromos sütésem, és akkor Leleveleztük, hogy hoznak elektromos sütést, és időközben a másik fegyveremmel valami történt, megmagyarázhatatlan okokból olyan szórásképe lett, hogy hogy, ö, hogy nem értettük, és akkor kellett egy javítás neki, kapott új reduktort, úgy hívják, ami a lemegőt összesűríti egy darab lövéshez, tehát egy új reduktor lett benne, beletállítva újra a sebessége, rendben lett rakva a sütés, tehát újra följavították a régi fegyveremet, de már nem tudtam benne bízni, úgyhogy amikor én kimentem, akkor azt mondtam, hogy nem csak egy sütést kérek, hanem kérek egy komplet fegyvert, mert igenis legyen egy tartalékfegyverem, ugyanis a második válogató versenyt a Péni István tartalékpuskájával tudtam lelőni. Tehát akkor az enyém már olyan állapotban Aha. volt, hogy semennyire nem tudtam benne megbízni. Uh -huh. Hát fú, ez elég bonyolult dolog. Na most azt mondd meg, hogy a Sinkalászló főtitkáratok azt mondta itt a héten, hogy a versenyzőket abszolút lenyűgözte ez a Győri E.B. Millió, a rendezés, meg az, hogy mennyire jó figyelem vette őket körül. is így volt -e? szóval ez? Szóval ez ilyen duplán hazai pálya lett? Igen, én úgy gondolom, hogy igen, tehát nagyon jó volt. A rendezés kifogástalan, tehát tényleg nagyon jó volt minden. Minden időben történt. Szerintem, vagy én nem tudok arról, hogy lett volna bármiben bármi hiba. Ami nagyon jól esett, hogy ötször tudtam edzeni ezen a pályán. Tehát mm, egy péntekig öt darab edzés, az, az szerintem egy hihetetlen lenyűg, hogy már máskor oda megyünk, és akkor maximum van egy nem hivatalos edzés, meg egy hivatalos edzés. És szerintem nehéz pálya volt, mert kicsit sötét volt. Ugye a, a megvilágítás nem volt egyenletes, mert ahogy a sportcsarnoknak a tetején, hát így, nem tudom, öt méterenként vannak a sorok uh -huh. és nyilván, tehát így látszódott, de igazából én kipróbáltam minden lehetőséget, végig végigedzettem az összes fényviszonyt, hogy tudjam, hogy mihez kell majd alkalmazkodnom, amikor ott fogok állni. Aha, tehát akkor ez, ez a rendezés szempontjából ez, amit előtte kaptatok, ez nagyon fontos volt. Nekem valami. nagyon. Na most ugye megnyerted az alapversenyt, elsőként jutottál a nyolcas döntőbe, de hát ott még négy a nélküli mellett voltál, vagyis hát nem tudom, ott a Lénárt a segítség az hozott annyit, hogy nem remektél meg, hogy úristen, itt még valakinek ki kell hullani előttem, hogy meg legyen Rio. É, igen, ez nem volt. Igazából Ágóta aranyos volt, ő sajnos nem volt itthon akkor, amikor ez a verseny zajlott, de fölhívott a messzi távolból is, és és nagyon örült, és hát igazából nagyon izgultam. Tehát ez, ez egy olyan dolog volt, amit amivel eddig nem találkoztam, én nem szoktam a döntőben így izgulni, és ahogy a szívem dobogott, azzal együtt mozgott a fegyverem is, és, és így Úristen csak tízes legyen, és tényleg betekertem ahhoz, hogy a szívdobbanásommal mértem, hogy így, tehát tudtam, hogy hol kell elsütnöm, jött egy ilyen balos magas szórás, de tízesek voltak, tehát így annyira nagy gond nem volt, és akkor utána, amikor láttam, hogy kiesett a nyolcadik, akkor így kiment bele a feszültség, és azon nyomban egy ilyen loza, és ó, jobbra fönt, jobbra fönt, tehát így teljesen elengedtem, de abba a pillanatban. És igazából azt az érzést ismerem, hogy milyen úgy döntőt lőni, tehát ha arra rá tudtam volna tekerni, vagy tudtam volna, hogy ez következik, hogy így elmegy a szórásom, akkor akkor nem lett volna azt hiszem gond. Meg az, amikor már utána kihullott, akinek ki kellett, és meg volt ugye a, a, a riói repje, utána látunk hogy már mennyezetbe is lövöldözhettél volna Igen, kis túlzással. Igazából. De az a helyzet, hogy hát nem tudom, most nehezebb volt, vagy értékesebb hetediknek lenni, elbé hetediknek lenni itt, mint annak idején másban ugyan egy ebét nyerni? Meg itt csapatban egy ebét nyerni? Hát a mai napon azt mondom, hogy igen. Tehát ez volt a cél, hogy egy riói hmm. kvótám legyen. Biztos jobb lett volna, vagy szebb lenne, hogyha Európa bajnokként ülnék itt, de, de, igazából én meg vagyok ezzel elégedve. Tehát az, az hogy az alapversenyem jól sikerült, messze jobban sikerült, mint mindenki másnak, 7-10 körrel álltam be tehát annyi előnyöm volt a másodikhoz képest, az azért, azért, megnyugtató, mert azt gondolom, hogy egy ilyen alaperedmény mondjuk egy olimpián is döntőt A 4 16 re nem mondanám azt. Uh -huh. Uh -huh. Hát mindesetre akkor azt tudod magadról, hogy valószínűleg van olyan alap sőt biztos, ami, ami Rióban is döntőhöz vezethet. Uh, azt mondd meg, hogy mit szóltak ez a siker, ez a tanítványok, mert hogy ugye te edzősködsz is, van utánpótlás válogatott tanítványod is, és hát nem tudom, ez mekkora hátrány ez a dupla teher, hogy azt is kell csinálnod? Hát én nem ítélem meg olyan nem. nagy hátránynak. Nekem mindig az ő versenyük az fontosabb. Tehát ahogy én a Lea versenyében izgultam, mert ugye előttem való napon lőtte le a versenyt, az sokkal ö, rosszabb izgalom volt, vagy idegesség, amit átéltem a saját versenyemben. A tehetetlenség, nem hát nem? Igen, terülsz. tehát hogy, hogy ott nem, igen, de hogy mégis szurkolsz neki, hogy tényleg mindent megtettetek, hogy jól legyen, és akkor tényleg neki jól sikerült, 18 lett, az volt a cél, hogy az első húzba benne legyen, és azt, azt lőtte, amit tudott. És ettől én nagyon boldog voltam, de utána másnap az már az én napom volt, és akkor tényleg csak magammal foglalkoztam. Aranyosak voltak, kijöttek a döntőre, és tényleg, tehát így többen ott voltak a versenyemen is meg volt, aki csak a döntőmön volt ott, volt, aki a versenyemen volt ott, szóval így, így aranyosak, nagyon kíváncsiak voltak, örültek, hogy közel vagyunk, igazából megbeszéltük, hogy senki nem jöhet oda, tehát hogy ha ott is vannak, nem szeretném tudni, én, én egyedül szeretnék ott lenni, de ezt mindenkivel megbeszéltem, a családom sem jött el az alapversenyre, mert, mert így szerettem volna, tehát én úgy akartam ezt az egészet megélni, hogy, hogy egyedül vagyok ott, és egyedül csinálom. Aztán majd később mindenki örülhet együtt. Igen, utána mm. örülhetünk együtt, mert mindig azt tapasztalom a saját eredményeimen, hogy ilyenkor lövök jól, amikor tényleg... Kell ez a magány. Igen. Uh -huh. uh, hát egy ilyen szempontból, tehát akkor az edzősködés az egy önként vállalt édes teher is, de azért azt tegyük hozzá, hogy ma Magyarországon a sportlövő profi módra, tehát hogy csak a lövészetből megéljen, hát az egyszem Péter esetleg Péni kívül, vagy valami kívül, mikor lesznek többen, szerinted? Hát ezt nem tudnám megmondani. De igazából nem tudom elképzelni, hogy nem foglalkozzak gyerekekkel. Tehát ez, ez inkább hivatás, mint munka. Világos. Ha csak egy munka lenne, akkor. akkor hú, akkor most csak, csak azzal foglalkozok, amivel szeretnék, de igazából. Ez egy hivatás? Hivatás. Kóta tehát a zsebben, te minek tulajdonítod az ágazat a sportág elsőkről sikerét, ezt a nyolc Riói résztvevőt? Hát igazából most mindenkinek kijött az, amit tud. De tényleg, tehát hogy, hogy az egész olimpiai ciklus tekintve voltak nagyon szép, nagyon magas sikerek, és pont jókor történtek meg mindezek, mert ez a három kvóta is olyan, mind a hárman lőttünk jól a válogató versenyeken, vagy az elmúlt időszakban. Tehát Tátrai Miki is lőtt 584-et, Egri lőtt 387-et, tehát még ezeknél az eredményeknél, amikkel most kvótát szereztek, ennél jóval többet. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagyon sok munka, amit mindannyian belefektetünk, biztos egymás eredményeivel húzzuk egymást, hogy még, még, még jobbak legyünk. Így legyen ez Rióban is. Köszönöm, szép, köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm szépen.